A könyvtár őszi szezonja két nagy sikerű rendezvénnyel kezdődött. A Baja múltja képekben a Fotóreklám Stúdió Kft. Gondozásában megjelent könyv bemutatóján közel 50-en voltak kíváncsiak Gyulavári Józsefre, akinek gyűjteményéből készült az összeállítás. Az augusztus végén rendezett egyedi hangulatú klezmer koncerten több mint 150 érdeklődő volt, akik közül sokakat táncra perdített a zenekar vezetője. Mint már megszokhattuk, hasonlóan érdekes és színvonalas programokra számíthatunk idén ősszel is, így rögtön szombaton, azaz szeptember 15-én a Kulturális Örökség napjai Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat változatos összeállítására. Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan több rendezvénnyel is várják ez alkalommal az érdeklődőket, azon túl, hogy a zsinagóga épülete estig nyitva lesz a látogatók előtt. A tervezett programok között délután 4-től várostörténeti séta indul, amelyet Jász Anikó helyismereti könyvtáros vezet, majd 18 órától Bácskai Hungarikumok címmel étel és italkóstolóval egybekötött ismeretterjesztő előadás lesz a térség kulturális és gasztronómiai kincseiről, amelyet Farkas Attila, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Snitta díjas szövetségi zsűritagja, nyugalmazott iskolaigazgató tart. Este 7 órától pedig a Madarasi Fúvós zenekar koncertje lesz a zsinagóga kertjében. A Magyar Dráma Napja alkalmából szeptember 21-én pénteken 18 órakor Ádám történelmi álomutazása a 21. században címmel egy középiskolásoknak meghirdetett jelenetíró pályázat eredményhirdetésére kerül sor, amely az ember tragédiája megjelenésének 150. évfordulójára tiszteleg. A könyvtár dráma gyűjteményének kiállítása mellett a műsorban közreműködik a Ráb Színház és Makai Máté zongorán. Szeptember 25-én kedden este újraindul a hagyományos Spirál Filmklub, amelynek nyitányaként az ember tragédiája 2011-es magyar animációs filmet tekinthetik meg az érdeklődők. A tervek szerint a film rendezője Jankovics Marcell is részt vesz a vetítésen. És hogy hogyan élhetnénk végre boldogan, igazán szabadon, erre is választ kaphatunk szeptember 27-én a Meditáció és Szabadság elnevezésű esten, ahol egy filmvetítés mellett kérdéseinkre is válaszokat kaphatunk majd. Október eleje szokásosan az országos könyvtári napokkal indul, amelynek címe idén Könyvtárak az aktív idősödésért. A Tiszta Lappal program keretében az idén is büntetlenül visszavihetjük véletlenül nálunk maradt könyvtári könyveinket, majd a hét záró eseményeként a könyves vasárnapon rendkívüli nyitvatartással várják majd a beiratkozni vágyókat, illetve a régi olvasókat. Végezetül még két októberi programra hívjuk fel előzetesen a figyelmet. A Hét Torony internetes irodalmi magazin őszi találkozóján október 6-án szombaton a szerzők saját műveiket olvassák fel a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak közreműködésével, majd 12-én Fábián Janka, a manapság felkapott fiatal írónő lesz, az Ady Endre Városi Könyvtár vendége.